Kovács, Kovács János, szülész-nőgyógyász szakorvos, aki a Hun TV tulajdonosa, 25 éve Németországban dolgozott, 12 éve visszaköltözött Németországból, azóta magánrendelőt vezet Pomázon. Ő is velünk volt, akik azt az információt adták át az embereknek, ami a valóság az oltásokról, hogy ez az egész Covid-fasizmus, bátran merem ezt mondani, miről szól. Ő a rendelőjében jó néhány vizsgálatot, mikroszkopikus vizsgálatot végzett, oltott és oltatlanok vérét összehasonlítva. Ezt a neten szerintem jó néhányan láttuk, de most élőben elmondja a tapasztalatait. Köszönöm szépen. Kicsit meglepetésszerűen érint az, hogy itt van egy kard előttem, de ezt én is mindjárt ki is használom, mert azt hiszem, hogy itt az idő, itt az idő ahhoz, hogy a népirtókkal szemben a magyar nép kihúzza a kardot. Bocs doktor azzal kezdte éten, hogy a egri előadást említette meg, ugye ott Rusvaival beszélgetett a televízióban egy riport kapcsán. Hát én hallgattam ezt a riportot, fel is tettem a Hun televíziónak, mert rajta van, de az volt a benyomásom, hogy a Rusvai lehet, hogy nem egy rossz szándékű ember, mert nem is úgy néz ki különben, de hogy politikai szempontból egy teljes analfabéta 100%-osan biztos. Mert egy olyan végül is tudós, egy virológus, aki arról beszél, hogy a mostani oltások mi lennek veszélyesek, hisz a 60-as években használt oltások sem voltak veszélyesek, ez egy olyan politikai rövidlátást bizonyít, hogy nem igaz. Ennek az embernek biztos vagyok benne, hogy nem tudja, hogy Bill Gates áll a hátterébe, nem tudja, hogy a Bill Gates milyen családból származik, és ezt nem, sajnos sokan nem tudják, úgyhogy engedjék meg, hogy ezt picit megvilágítsam. Bizonyára tudnak a spanyol nátháról. Ugye abban állítólag körülbelül 50 millió ember meghalt. A spanyol náthának a hátterére most nem akarok beszélni, de emögött a Rockefeller intézet volt, és ennek ebben nagyon komolyan szerepet játszott a Bill Gatesnek a nagyapja, az Alexander Gates. Ők voltak azok, akik létrehozták azt a baktériumot, mert nem vírusfertőzésről volt a spanyol nátha kapcsán, egy baktériumot, amivel befertőztek több mint 5 millió amerikai katonát, amiből 2 milliót átengedtek Európába, és ezzel terítették itt a fertőzés, aminek a végeredménye az 50 milliós haláleset volt. A Bill Gatesnek az apja az az amerikai eugenikai intézetnek a vezetője. Azt tudni kell, hogy ez az intézet mivel foglalkozik, évtizedekkel azzal, az a fő problémája, hogy hol lehet csökkenteni a világnak népességét. Most ez a kis Billike, ez megszerezte azt a vagyont a Microsofton keresztül, nem minthogy az apjának nem lett volna elég pénze rá, de egy óriási vagyonra tetszett, és ennek a segítségével képes volt megvenni a WHO-t. Most a WHO ugye, ez egy olyan szervezet, amire rá vannak csatorvanázva az országoknak az egészségügyi intézményei, tehát amit a WHO eldönt, vagy kiad direktívának, az országoknak az intézményhez követni kell, gyakorlatilag katonai parancsrendszerben kell az utasítást végrehajtani. Na most, ugye amikor ez az egész Covid őrület elkezdődött, nekem az első pillanattól kezdve nagyon sok dolog gyanús volt, és akkor hála Istennek nem csak nekem szerencsére, hanem világszerte nagyon sok orvos volt, aki mindjárt gyanút fogott, és ezek az orvosok nyilván elkezdték kutatni, hogy hogy lehet az embereken segíteni, meg próbálták felderíteni az egész biztonságnak a hátterét. És ahogy teltek, múltak a hetek, hónapok, egyre világosabbá vált az, hogy itt egy népirtás zajlik. Méghozzá úgymond nem kispályás, hanem egy világszerte zajló népirtás. Ugye ebben nagyon komoly szerepet játszik a WHO, amiben nem orvosok vannak, nem demokratikus választással került oda emberek vannak, sőt, ez a Tedros Jézus, nem tudom milyen csodálatos neve van, ez egy etiópiai vagy eritreai gazember, aki több száz embernek a halálára is felelős. Tehát egy ilyen ember vezet egy olyan világszervezetet, aminek most a Európai Uniónak a alá lihegésével, segítségével meg akarják ezen keresztül valósítani a világkormányt. Ha megnézzük azt, hogy amikor a Covid oltásoknak a kezelési sémáját erőltették rá az országokra, ugye akkor azt mindenki látta, hogy nagyon gyorsan elővették a lélegeztetőgépeket.
és ők maguk bevallották azt minden országban, hogy a lélegeztető gépeknek a halálozása 95% között mozog. Mégis ezt erőltették rá az embernek. Mert nem is értem azt az orvost, aki, hogyha tudja, hogy itt van egy kezelési módszer, és ott 95% a betegeinek meghal, hogy veheti a bátorságot, hogy oda teszi a betegét. Szóval ez is már elképzelhetetlen számomra, de az aztán pláne elképzelhetetlen számomra, hogy mikor kiderült, hogy ez egy kísérleti oltásról van szó, akkor egyetában találtak olyan magyar ember vagy magyar orvost, aki hajlandó volt egy kísérleti oltást beadni egy másik magyar embernek. Hisz ezzel az oltással kapcsolatban az égvilágon senki nem tudta azt, hogy 2-5 év múlva mi lesz a következménye. Sajnos most már látjuk, rengeteg ember hal bele. Én most speciálisan a messenger RNA-s típusú oltásokra akartam beszélni. Ugye két technológia volt, amit alkalmaztak, egyik a orosz és a kínai, amik úgynevezett hagyományos technológiával készített vakcinák voltak, és a többi ez a messenger RNA-s csoportjába tartozik. Most azért hívják ezt messenger RNA-snek, mert a messenger szó azt jelenti, hogy üzenet angolul. Az RNA-s az a ribonukleinsavnak a rövidítése. Most ez a ribonukleinsav molekulája, ilyen hasonlót lehet látni a kromozómában, ott van a dezoxiribonukleinsav molekula, de mind a kettőre jellemző az, hogy információ tárolására képes. Tehát az angol szóban az a messenger szó is erre utal, hogy ott egy információ tárolására képes anyagról van szó. És ha valaki ezt az oltást megkapta, akkor mi történik a szervezetünkből? Van egy enzim rendszerünk, ami ezt a információt a kromozómából, vagy bocsánat, a oltásból beépíti a kromozómába. Hát ezek az emberek szinte azonnal génmódosított emberekké váltak. Most egy olyan gén épült be a kromozómába, amit sajnos onnan nem lehet kivenni. Az egy végleges állapot. És ez a beépült gén, ez az maradék hátra levő életébe folyamatosan fog termelni egy fehérjét, ami egy nagyon-nagyon mérgező fehérje, legalább 5-6 részen avatkozik be a szervezetünknek a működésébe. Ezt hívják úgy, hogy tüskefehérje, vagy angolul spike protein. Na most, amit nagyon... Én ugyan hoztam magammal felvételeket. Videót is hoztattam volna, de hát, ahogy látják, nincs lehetőség vetíteni. Úgyhogy megpróbálom ezt plasztikusan leírni, hogy mik vannak ezeken a felvételeken. A Hun Televízión különben ezek a felvételek mind megtalálhatók. Hogyha még valaki nem ismerne a Hun Televíziót, úgy találja meg az interneten, hogy huntv.info. Ez egy internetes televízió, amiben próbáljuk azokat az információkat betenni az magyar emberek számára, amit az államhatalom lehet eltitkol vagy elhallgat. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy ez egy információ szempontjából érdemes itt szétnézni. Minden esetre itt vannak rovatok, és van benne Covid rovat, amiben hihetetlen sok információt találnak az oltásról, illetve a következményeiről. Na most, amit a legjobban lehet látni, ami nagyon szembetűnő az a változás, amit ez a tüskefehérje okoz a szervezetben. Ugyanis ez összetapasztja a vörösvérseinket. Itt volt szó egy mikroszkópos vizsgálatról, én ezt magam nem végeztem, de vannak róla videó felvételem erről a vizsgálat. A németek csinálták ezt nagyon gyakran ezt a vizsgálatot, úgy hívják, hogy vércsepp analízis. Nyilván Magyarországon is végzik ezt a vizsgálat, nem egy bonyolult dologról van szó. Egy csepp vért rákennek teljesen frissiben, rákennek egy tárlemezre, és még mielőtt megalvadna a vér, tehát 10-15 másodpercen belül mikroszkóppal megnézik ezt a képet. Most egy egészséges embernél azt lehet látni, hogy ilyen karika formájában mutatkoznak a vörösvérsejtek, és ezek szépen mozgásban vannak. Ez az egészséges embernek a mikroszkópos képe. Most amennyiben valaki kapott egy ilyen oltást, egy messenger RNA-s típusú oltást, és elindul bennük a tüskefehérje termelés, akkor ez a kép nagyon-nagyon megváltozik, ugyanis itt már nem lehet látni a vörösvérsejteket. Ezek a két szép karika sejteket már nem lehet látni, és a szépen mozgó, külön-külön álló vörösvérsejtek helyett lehet látni egy szivatszerű összetapadt masszát. Na most ennek nagyon komoly következményei vannak. Egyrészt az, hogy ettől az összetapadástól nő a vérnek a viszkozitása, tehát a sűrűsége. Emiatt a szív ezt a besűrűsödött vért már csak nagyobb erővel, nagyobb energetikával tudja hajtani. Tehát akarva akaratlanul ezeknél az embereknél elindul kisebb-nagyobb fokú vérnyomás emelkedés. Ez elérhet olyan szintet is, hogy 200 fölé fölmegy a vérnyomás, és sajnos ilyenkor már
ott a veszély, hogy az agyban levő kapillárisok megrepednek, és jön az agyvérzés. Különben a második Pfizer oltás után az ezres számba haltak meg Magyarországon emberek, teljesen rövid időtávon belül. Persze ezt a nyonyókáék letagadták. Ez az operatív törzsnek az anyagát nem véletlenül tiltották le 80 évre. Vajon miért? Ez az egyik probléma ezzel a besűrűsödött vérrel. Ugye az orvosok azért észrevették, hogy itt valami véralvadási probléma van, mert látták, hogy itt a besűrűsödések miatt elzárodások is történnek az erekben, és kezdték is a terápiában alkalmazni a véralvadás gátlókat. Ugye az emberek azt különben úgy hívják, hogy vérhigítás, nincs köze a higításhoz, mert nem higítjuk a vért, hanem azt a véralvadási kaszkád rendszerben nyúlnak bele ezek a gyógyszerek, amik a fibrinogén, fibrin, egész a trombocitákon keresztül ugye egy olyan hálót hoznak létre, ami valóban megalvasztja a vért. Csak a vörös vérsejteknek az összetapadása, annak semmi köze nincs ehhez a fajta véralvadáshoz. Tehát hiába adták a véralvadás gátlót ezeknek az embereknek, ugyanúgy történt a probléma, mert a vörös vérsejtek összetapadására ezek a gyógyszerek nem hatottak. Na most ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy mindenki tudja, gondolom, aki csak általános iskolát is végzett, hogy a vörös vérsejt az a sejtünk, ami szállítja az oxigént. Ugye ez egy evidencia. A benne levő hemoglobin tudja megkötni az oxigén molekulák, és ez szállítja a szerveinkhez az oxigén. Kedves egészségét! Na most mivel, hogy a vörös vérsejtek össze vannak tapadva, ennek az a következménye, hogy a kapillárisaink, azok a vékony hajszálerek, amik annyira vékonyak, hogy ott nagyon gyakran csak egy vörös vérsejt képes átmenni. Tehát ezek a kapillárisok minden további nélkül el tudnak záródni, be vannak tömődve az összetapadt vörös vérsejtek miatt. Ennek nagyon komoly következményei vannak, ugyanis nagyon lecsökken az oxigén szállítása a szervezetünknek. Tehát, hogyha a kapillárisok el vannak zárva, akkor rengeteg szervünkhöz már nem jut el rendesen az oxigén. És akkor milyenek ennek a következménye? Hát sajnos nagyon brutálisak a következmények, elhalások jönnek a szervezetünkben a legkülönböző részen. Talán hallották azt, hogy milyen sok embernél a Covid oltás után diagnosztizálják a szívinfarktust, vagy szívizomgyulladást. Ez azért jön létre, mert a szívben levő kapillárisok elzárodnak, és emiatt elhalások jönnek a szívizomzatba, ami nyilván egyes gyulladás is, meg szívinfarktus is okozhat. De ugye az elhalások jöhetnek létre az agyban is. Ebben az esetben agy elhalások jönnek létre, aminek a esetek döntő részében halál a végkimenetel. De elhalások lehetnek a vesében is, és ezt követően ezek a szerencsétlen emberek aztán 3 naponta járhatnak a dialízisre. De beszámolnak cukorbetegségről is, ott is a hasnyálmirigyben levő erecskék záródnak el. Hát nyilván a következmény az, hogy jön a cukorbetegség, meg a legkülönbözőbb emésztési zavarok. Tudni kell, hogy a hasnyálmirigyben 4 fajta sejt található, ebből 3 emésztési enzimeket termel, ez a amiláz, lipáz, proteáz, amit közvetlenül a patkóbélben enged be a pankreász, illetve a hasnyálmirigy. Ezek is mind sorvadásnak indulnak, illetve ott levő langenal sejteskék, amik termelik az inzulint, azok is elkezdenek sorvadni, ott vagyunk kész a cukorbetegségnél. Tehát rengeteg emberbe a legkülönböző betegségek jelentek meg az oltás után. Az, hogy láthatóvá válik, és teljesen egyértelműen bizonyítja azt, hogy itt egy művileg rossz indulattal előállított oltás sorozatról van szó, az bizonyítja az oltóanyagban, ha megengedik, leülök, az oltóanyagban benn levő gráfénhidroxid és gráfénoxid. Ezek 2 olyan mérgező anyag, ami spontán egy vírusfertőzésbe kizárduló, hogy bekerüljön. Meg egy aztán oltásban pláne, mert semmi keresztnivalója nincs. A gráfénhidroxidot erre rámutatott egy osztrák kémikus, aki a gráfénhidroxidnak a kimutatásából végezte a diszertációját. Tehát egy olyan emberről van szó, aki valóban értett hozzá, amiről beszélt. Ezt úgy hívták, hogy Alexander Noack. Ő megvizsgálta a Pfizert, és látta, hogy gráfénhidroxid van benne. Ez egy olyan típusú molekula, amit a Tamasi doktor is be tudta mutatni a elektromikroszkópos képen, úgy néz ki, mint egy zsilett. Egy 50 nanométer hosszúságú és 0,1 szélességű zsilettről van szó. Ez egy nanonagyságú zsilett. Ami az oltással, ha bekerül a szervezetünkbe, akkor
úgyis viselkedik sajnos minden zsilet, elkezdi kaszabolni az ereknek a belső falát. Tehát rengeteg kis sérülés jön létre az érfalakon, és a szervezet nyilván ezt érzékeli, reagál rá, és ezeket a meccéseket betömi egy kis vérröggel. Tehát a szervezetben a érrendszerünk rövid távon belül sok millió pici kis trombus fog létrejönni. És sajnos ezzel mindenki számolhat, aki be van oltva. Ezek a kis trombusok abban az esetben, hogyha valaki picit megerőlteti magát, és gyorsabban kezd verni a szíve, tehát ezzel magyarázható az rengeteg focista, aki meghalt a futballpályán, mert elkezdtek futni, fölgyorsult a szívverésük, és ez lesodorta ezt a sok millió pici kis trombust, és kaptak egy masszív agyi embóliát. Ez általában halálos. Bizonyára hallottak Csolán Szilveszterről,nek az esetétől, hogy egy magyar világbajnok volt, aki a fiatal korában gyakorlatilag, nem is tudom, hogy már volt, talán 50 éves, de ő azzal foglalkozott az utóbbi időben, hogy Ausztriában treníroztatta osztrák gyerekeket. Ahhoz, hogy kimehessen Ausztriába, szerencsétlennek muszáj volt megkapni a három oltást. A harmadik oltás után ez történt vele, hogy lesodródtak a trombusok, és megkapta az agyi emboliát, és szerencsétlen miatt halt bele. A sok tízezer más halottal is egybevéve. Na ez az egyik méreg, de ez sajnos ez nem csak az erekbe csinálja a bajt, hanem bemegy az idegrendszerbe is, tehát az agyba meg a gerincbe is. Ott is elkezdi a kaszabolást. Ennek az a következménye, hogy az emberek először egy nagyon kemény, nagyon intenzív fejfájással kezdődik a dolog, majd utána elkezdenek remegni a végtagok. Ezekről mind hoztam volna képeket, meg filmet is, csak hát látják, nincs lehetőség levetíteni. De mondom, hogyha rámennek a HUN televízióra, ott ezeket a felvételeket megnézhetik. Ezek az emberek elkezdenek remegni. Először csak az egyik kéz, láb vagy a mellkas. Tehát elindul a remegés. Érdekes felvételeim vannak az oltópontokról, ahol az emberek már a oltás után közvetlen elkezdtek remegni. Most mit csináltak ezeken a helyeken? Azonnal elvitték egy másik szobába ezeket a remegő embereket, hogy a többi ember ne lássa. Nehogy megijedjenek az oltástól. Ugye? Mert az oltás az jó, az meggyógyít, az a haláltól véd, megvédi a családunkat, tehát mindenkit oltani kellett. De az, hogy mit csinál az oltás, azt már nem mutatták meg az embereknek. Van olyan felvételem is, hogy egy fiatal gyereknek így kezd remegni a lába, azonnal rátették a kocsira, és már is tolták a melegszobába. Van nekem olyan felvételem is, ahol egy fiatal hölgy, hát úgy ránézésre 25 és 30 év körül lehetett, előadást tartott. Ennek a hölgynek legalább egy 3-4 évig az égvilágon semmi panasza nem volt. És ugye egyetlen bűne az volt, hogy izgatott volt az előadása miatt, hogy jó sikerüljön, és az izgalom miatt felgyorsult a vérkeringése. És ez elég volt ahhoz, hogy lesodródjanak a trombusok az érfalakról, és ott halt meg az előadás közepén, mert ugye a lesodródott trombusok agyi emboliát okoztak, ott pottyant össze, és vége volt. Különben majd felvételem, csak fölállok. Van egy felvételem egy hölgyről, egy 19 éves amerikai nővérke, egészségi nővérke, megkapta az oltást, szegénykének már csak 15 perce volt az életéből, ott pottyant össze. Ő meg gyönyörű szép fekete hajú lány volt, gondolom sokan látták ezt a felvételt az interneten. Ez a Pfizer számára egy borzasztó ütés volt, övön alul ütés, mert ebben a kórházban pontos a Pfizer akar csinálni maga számára egy reklámfilmet. Ott voltak a kamerák, ugye beoltották az egészségű nővérkéket, és akkor ugye a nővérkéknek el kellett mesélni, hogy milyen jó érzik magukat az oltás után. Ez a nővérke is oda, és kezdte volna beszélni, csak akkor jött az embólia, és abban a pillanatban összeesett és meghalt. És ezt ugye rengeteg kamera fölvette, úgyhogy ez nem igazán jól sikerült a Pfizernak. Na minden esetre ezen kívül még egy mérgező anyag, amit belevittek az oltóanyagba, ez a gráfenoxid. Amiről ideig beszéltem, az volt a gráfenhidroxid, ez volt a zsiletszerű anyag. A gráfenoxid az egy olyan molekula, amiről viszont egy spanyol kutatóintézet, a negyedik kolumna, ez a cím ennek a társaságnak, ez több kutatónak a közös munkájának a végeredménye. Ami erről a munkáról beszámol, egy olyan fiatalember, akinek aztán 8 diplomája volt, tehát egy komoly tudós, és ők vizsgálták a gráfenoxidnak a hatását a szervezetben. Kiderítették azt, hogy a gráfenoxid, ez egy olyan anyag, ami 35 fok fölött
kialakulnak a vérben ilyen kis fonalak, mint hogyha férgek lennének a vérben. Csak ugye nem mozognak, hanem ilyen stabil fonálkák. És kiderült az, hogyha 5G-s telefont valaki fölveszi a fejéhez, vagy egy 5G-s antenna alatt tartózkodik, ezek a fonálkák összeállnak egy csomaggá, és úgy kezdenek viselkedni, mint egy biológiai mikrocsip. Tehát ennek a segítségével, legalábbis a spanyol kutatók szerint, befolyásolni lehet az agyi tevékenységet. Nyilván a gondolkozást, de még arra is képesek ezzel, hogy kiradírozzák az emlékképeinket. Tehát gondolhatják, hogy micsoda biorobotot készítenek az emberiségből csinálni. Aztán ezek a nagyhatalmú urak azt csinálnak az emberekből tényleg, amit csak akarnak, mert az embereknél megszüntetik az ellenállás képességet. Na most a spanyoloknak sikerült bebizonyítani azt, hogy ez a gráfenoxid, ez, ha ezzel a 5G-vel aktivizálva van, akkor ugyanazokat a tüneteket tudja létrehozni, mint amit mi a vírusra írunk rá. Tehát tüdőgyulladást tud létrehozni, trombózist tud létrehozni, legkülönböző helyeken tud gyulladásokat létrehozni, magas lázat tud létrehozni, elindítja a szervezetbe az immunrendszernek a működését úgy, hogy nincs ott vírus. Tehát nagyon, nagyon meg van kérdőjelezve az, hogy ez a vírus valóban létezik-e. Ugyanis ezt a vírus még konkrétan senki se tudta kimutatni. Itt valamilyen komputer szekvenciákat küldöztek C-t Kínából, és az alapján próbáltak egy ellenanyagot létrehozni, már amennyire az nem volt már rég megállapítva, mert a Pfizerék már 2017-ben, illetve a Bill Gatesek már 2017-ben rendelkeztek egy kész oltóanyaggal, tehát az egész kamu, amit az emberekkel itt behetetnek, ez egy mese. Arra volt kitalálva, hogy mindenkit alaposan megijesszenek, és a sima influenza miatt is bekerülnek a kórházba, hogyha kettőt köhintet betették a lélegeztetőgépbe, és a lélegeztetőgépbe egy olyan érdekes dolgot csináltak, erre rávilágított egy romániai doktornő, egy pulmonológus, tehát egy tüdőgyógyász doktornő, főorvos asszony, aki több mint 1000 úgymond covidos embert kezelt, senki sem halt meg nála, és ő mondta el, hogy ezzel a lélegeztetőgépkel az a probléma, hogy túl sok oxigént vittek be az emberi szervezetbe, ezáltal létrejött az agyban egy úgynevezett acidózis, tehát elsavasodás, aminek az volt a következménye, hogy az agyszövet megduzzadt, ödémássá vált. És mivel a koponya ez egy zárt üregrendszer, hát nyilván a megduzzadt agy csak azt tudta csinálni, hogy benyomódott az öreglukba. Csak hát itt a légzőközpont, és az nyomására kerül, akkor leáll a légzés. Így öltek meg Magyarországon ezreket. Tehát aki még abba gondolkozik, vagy azt gondolja, hogy itt nem egy népirtás zajlik, az sajnos nagyon téved. Teljesen egyértelmű népet írtó társaság van a nyakunkon, és ezen dolgoznak. Hogy most mennyire így van, hát gondoljanak csak a chemtrailre, amit már legalább 15 éve szórnak ránk, nehéz fémeket. Tudni kell azt is, hogy mit csinál a nehéz fémmérgezés, gyerekkorban csinálja az autizmust, felnőtt korban föllövi a rákosodásnak a valószínűségét, és idősebb korban ez felelős az Alzheimer korért, tehát az időskori elbutulásért. Ezt már legalább 15 éve szórják ránk 42 országban, mindig az adott ország vezetőségének beleegyezésével. Tehát, hogyha fölnéznek az égre, mindig gondoljanak rá, hogy olyan államvezetőink vannak, akik ebbe beleegyeztek. De nem csak ez. Mi lenne a megoldás, ha esetleg arról is hallhatnánk egy pár mondatot? Nem tudom, hogy már lejárt az időm. Ugye? Igen, és kérdések gondolom felvetődnek a közönség részéről, hát tehát hagyjunk időt nekik is kérdezni. Mi most már három, én nőgyógyász vagyok ugyan, de már a kezelési séma az már nagyon átment a Covid-oltattaknak a kezelésére, ugyanis intenzíven foglalkoztunk azzal, hogy hogyan lehet segíteni az embereken. Nyilván az orvosok a tisztánlátása is ezért jött létre. Egyrészt, hogy rámutassa, hogy micsoda disznóság zajlik a háttérben, másrészt megtalálják a lehető kezeléseket. De most nagyon sok lehetőség van, például a tüskefehérjének a közömbösítését, azt el tudjuk végezni, pillanatnyilag 20 növényről tudunk, hogy termel olyan kémiai anyagot, ami közömbösíti a tüskefehérjét. Ez azért borzasztó fontos, mert akkor nem tapadnak össze a vörösvérsejtek, újra rendes az oxigénellátás, és hogyha ugye az oxigén ellátja az agyat, akkor az oxigén már nem engedi meg, hogy az agy leépüljön. Különben aki be van oltva Pfizerrel, az jó eséllyel 5-10 éven belül teljes mértékben idiótává válik, mert tönkre megy az agyszövet az oxigén hiány. Elkezd sorvadni, majd meghalnak az agysejtek, tehát a demencia előrevetített ezeknél az embereknél.
Tehát ezzel, hogyha a tüskefehérjét tudjuk közömbösíteni, ezt a kérdést meg tudjuk oldani. A probléma csak az, hogy a gén, ami beépült a kromozómájába, az élete végéig termeli a tüskefehérjét, tehát az élete végéig kell napi szinten közömbösíteni a tüskefehérjét. Megvan rá a megoldás, nyilván aki ezzel foglalkozik, gondolom tud a rendelőjükbe ilyen anyagokat kínálni, nekünk erre van készített kapszulánk. A másik dolog, amit kiveszünk a szervezetből, az a nehéz fémek. Van olyan anyagunk, Európában nem hozzák be, gondolom, hogy a gyógyszermafia van leginkább mögötte, mert az a anyag az túl sok betegséget tud meggyógyítani, szerencsére sikerült beszerezni. Hogyha valakinek ilyen gondja van, meglátogat minket, minden információval ellátjuk. Az a gráfénoxid, amiről beszéltem utoljára, ami a biológiai mikrocsipet képviseli, ezzel kapcsolatban van ugyanis egy jó hír, hogy ez 5-6 hónap alatt kiürül a szervezetből. Tehát aki már több mint egy éve kapta az oltást, akkor ezzel a harmadik dologgal már nem kell foglalkozni. A spanyoloktól megtudtuk azt, hogy ennek a hatása valamilyen szinten lehetett közömbösíteni, ez volt a glutatión és a D-vitamin dózisban. De hát mondjuk, aki túlélte ezt az egy évet, akkor már nincs rá szüksége, különben azért oltották az embereket folyamatosan újra és újra és újra, mert hogyha letelt a fél év, ameddig hatott ez az anyag, akkor újra fel akarták, vagy fel is töltötték, hogy lehetőleg biztosak legyek benne, hogy meg tudja látogatni a Jóisten. Tehát ilyen dolgokat is kell tudni. Úgyhogy aki azt hiszi, hogy ami mögött a Bill Gates a kisujját is megmozdítja, hogy az egy emberiséget szolgáló tevékenység lenne, az jó, hogyha megrázza magát és kicsit körülnéz az információkon a világban, hogy lássa azt, hogy az emberiséget vezető politikai elit minek a hatása alatt működik. Na akkor ezzel be is fejezem, mert részletem 5 perccel túléltem az időmet. Sok mindenről tudnék még beszélni, de hát ugye 20 perc az korlátozott idő. Akinek majd még kérdése lenne, azt érzetem ne itt tegye föl, én kimegyek, és akkor ott jöjjenek hozzám, hogy adjunk teret a következő előadóban. Jó, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nagyon köszönöm. Imre szüzességet!